Üres még az iskola, nem tölti be a jól ismert zsongás, hiszen a gyerekek még élvezik az utolsó augusztusi napokat. A felnőttek, a pedagógusok azonban már szorgoskodnak, hiszen a szakmai felkészülésük mellett arról is gondoskodnak, hogy az osztálytermek otthonosak, szépek legyenek. Változás-e tekintetben az idei évtől, hogy nem csak az alsósok, hanem a felső tagozatosok is saját osztályukban töltik az órákat, kevesebbet vándorolnak az épületben, kizárólag a szaktantermet igénylő esetekben. Talán ennek az újításnak is köszönhető, hogy most barátságosabb osztálytermek kialakítására törekszenek. Nyáron is dolgoztunk, igyekeztünk olyan munkákat elvégezni, hogy a gyerekeket rendben tudjuk várni. Tehát örömmel mondom, hogy minden tantermünk valamelyest megújult, tehát ha más nem, akkor a lábazat friss festést kapott, illetve nagyon szépen köszönöm a segítőinknek, akik a karbantartó munkát segítették azzal, hogy egy-egy tantermet vállaltak. Így említeném a közszolgáltatót, a Hotép Kft-t, a Caritast, szülőket, férjeket, pedagógus kolléga férje is jött és segített, úgyhogy így szeptember 2-án megszépülve várjuk a gyerekeket. Tavalyi nyár volt az első olyan alkalom, amikor a Katolikus Karitász felajánlotta az akkori negyedik ásóknak, hogy kifesti a tantermüket a nyáron, szebbé teszi, és mivel nagyon-nagyon szépre sikerült, és a gyerekek a tanév folyamán nagyon vigyáztak rá, így jött az újabb felajánlás, hogy az idei nyáron megcsinálja a másik első osztályt is, és akkor a két első osztály ugyanolyan színben, gyönyörű festéssel pompázik. A mi osztályunkat, az első T osztályt, azt csak kijavították, mert nagyon-nagyon szép állapotban megmaradt az év folyamán, és az első A osztály termét festették ki. Ők vásárolták meg a festéket is, és a festőt is ők hozták, akik két nap alatt gyönyörűen varázsolta a tantermet. Elsős tanítónéniként hogyan készülnek a néhány nap múlva elkezdődő tanévre? Hát mi augusztus közepén már nekiálltunk a készülődésnek, családlátogatáson voltunk, több családnál is, és ez a hét lesz még az, amikor a mai nap folyamán még két családot felkeresünk, és elkezdjük díszíteni és dekorálni a tantermünket, amivel várjuk a leendő kis elsősöket. A tankönyvek is megérkeztek augusztus elején, már az osztálytermekben várják a gyerekeket. Ezúttal is a kormányzati támogatásnak köszönhetően ingyenesen jutnak hozzá a diákok 1-től 8-os osztályig. Az iskola létszáma a várakozásnak megfelelően alakul. Mai nappal 467 beiratott tanulónk van, még ilyenkor van egy kis mozgás, hisz akár az állami nevelt gyerekek esetében általában ez jellemző, hogy még iratkoznak be. És tulajdonképpen nem csökkent a létszámunk, hisz ahány 8-osunkat elengedtünk júniusban, annyi elsős kezdés az iskolát. Pedagógus létszámú, pedagógusok körében történt változások? Igen, hát ott volt olyan jellegű személyi változás, hogy két kollégánk teljesen érthető magánéleti okból iskolát változtatott, illetve egyikük más területen helyezkedett el, de megtaláltuk az utódjukat, tehát dolgozik velünk egy pályakezdő kolléganő, aki itt volt gyakorlaton, és két gyeses kolléganőnk pedig visszatér, és ők akkor most már a szeptembert nem kismamaként, hanem más jellegű munkával kezdik. Az iskola gazdagodott egy óriás tévének látszó szerkezettel is, ami azonban sokkal több ennél. Ez egy interaktív tábla, hasonlóképpen a digitális táblához, de már projektor nem szükséges hozzá. A pedagógusok már ismerkednek vele, hogy napi szinten tudják majd használni. Az iskola kezdéshez tehát minden készen áll, következhet a tanévnyitó.